Üdvözlök mindenkit! Nekrokrémem vagyok, srácok, megtöröm a csendet végre. Igen, fogunk beszélgetni Destiny 2 Shadow Képről ebben a videóban. Tudom, hogy le vagyok maradva, viszont hát sajnos, én nem, sajnos nem, sajnos hanem nagyszerűen élnem kell az életemet, és ennek ugye a videózás valamilyen szinten hátrányát szenvedi jelen pillanatban, de ami késik nem múlik, és szeretnék egy kicsit beszélni a Shadow rávilágítani egy-két dologra, néhány pozitív, néhány negatív dologra, és uh, egy olyan szemszögből közelíteni meg a Shadow képet, illetve azt, hogy megírja -e esetleg megvásárolni, megírja -e esetleg a Grind, és mit kapunk ezzel a Shadow Shadowkeepel ingyenesen és nem ingyenesen, bár a nem ingyenes változatában nem vagyok teljesen biztos, ott a ti segítségetekre is uh, számítok. És úgy általánosan uh, szeretnék beszélni arról, hogy uh, milyen uh, impaktal, milyen hatással volt. A, esetlegesen a játékos világra az, hogy most a Destiny 2 uh, ingyenes uh, lett. Jó? Szóval le fogom bontani uh, kategóriákra ezt a videót, és az első, uh, amiről beszélni fogok Destiny 2 uh, Shadow el kapcsolatban esetleg az, hogy milyen az új gamer, tehát egy új gamer számára megéri -e vásárolni a Shadow et tehát aki most... Hogy ingyenes lett a Destiny, ekkor csatlakozott a Destiny közösséghez, arról fogunk beszélni. Egy veterán Destiny 2-esnek, de olyan Destiny 2 aki nem játszott a Destiny 1 arról fogunk beszélni ebből a szemszögből, és fogunk beszélni arról a játékos szemszögről is, aki játszott a Destiny 1 illetve és most játszik a Destiny kettővel is, uh, esetleg, és fogunk beszélni a grindról, ami jelen pillanatban a Destiny mögött van, és hogy hová vált ez a grind uh, ezzel, hogy a Destiny um, ingyenes lett, és hogyan nem feltétlenül tették jobbá uh, a grindot, ami a játékban volt, mivel most ingyenes, ki kell húzni a kontentet, és ez érthető, viszont egy nagyon-nagyon-nagyon nagy eh, fal van a Grind mögött, amit iszonyatosan nehéz lesz megkerülni, ha csak maguk a készítők bele nem avatkoznak. Amúgy tudtátok, ugye, hogy a Bungie úgy tudott eh, saját kiadója lenni a saját játékának, hogy egy kínai cég támogatja hátulról. Na jó, hát ez csak egy megértem. Na, A Destiny 2 új játékos szemszög Shadowkeep. A Destiny 2 ingyenesé válása a mostani játékos piacon az azt jelenti, hogy egy tripla A kategóriás játék került a piacra, ki ingyenesen. Mit jelent ez? A Destiny 2 minősége le a kalappal. Jelen pillanatban ingyenes játék odakint ilyen minőségben összerakva a gyönyörű grafika, az elképesztő fantasztikus lór és részletesség, ami van a játékban történet szempontjából, a mesterien megkreált küldetések, Gondoljátok végig, egy eddig 60 dolláros játékból ingyenes lett, és hogyha ugye Általában a legjobb esetekben, ha 60 dollárt kifizetünk a játékra, egy valamiféle, főleg egy AAA-kategóriás játékra, egy valamiféle minőséget kapunk, ami az ingyenes játékokban nem szokott benne lenni. Ezért is nagyszerű a Warframe, hogy felhozzam példának, mert olyan minőség van benne, ami sokszor AAA-kategóriákban, játékokban nincs. És ez a destiny ugye teljes mértékben megvan shadow keepig legalábbis mindenképpen. <laughs> De rátérünk. És, és ettől fantasztikus. Új játékos, vagy ki akarod próbálni a destiny -t? Igen, igen, egy, egy mindenképp igen, menj és próbáld ki. Forsakenig, Forsaken, Forsaken Expansionig, Single Player részig mindent ingyenesen megkapsz gyakorlatilag. Jö, nem kapod meg a, For, a Forsaken Lore single player történetét, de garantáltan mondom neked, hogy amire végigviszed az, a, a, a single player történetet, mire végigviszed a Warmindot, mire végigviszed a, a Curse of Osiris DLC-ket, amire végigviszed, mert ezeket mind ingyen megkapod, amire ezeket végigviszed, úgy fogsz rohanni a Bungie weboldalára, hogy megvedd a forsaken és megvedd a, a Shadow képet, főleg, ha történet vezéret vagy, mert a története kurva jó, és erről is fogunk majd beszélni. Hozzáadok a történethez, uh, amit eddig csináltam Destiny 2 lore Szóval, új játékos imádni fogod, a Destiny 2 ott van a szerem. Kedves Destiny 2 veteránok, régi játékosok, akik végig farmolták magukat az elejétől, a Forszékenen keresztül, és most a Shadow keep hogy megéri -e megvenni a Shadow képet nekünk um, nagyon nehéz a kérdés. Azt, azt fogom rá válaszolni, hogy vedd meg a shadow képet akkor, hogyha, hogyha növelni akarod az esélyét annak, hogy meglépt a maximális szintet. Oké, ha növelni akarod az esélyét ezen felül, hogyha őszintén belenézünk a Destiny, a Shadow képre konkrétan, hogy mi van a Holdon, ugyanazok a, ugyanazok a public eventek vannak, még semmi újat nem hoztak be rajta, a public eventeket semmit nem változtattak, a Hold maga gyönyörű meg minden, jönni fog egy új dungeon, nem, valószínűleg ingyenesen is elérhető lesz az új dungeon, ami, ami nem rossz, vannak rajta Nightmare Hantok, ok bár nem vagyok benne biztos, hogy ez az ingyenes részen elérhető, tehát a Nightmare Hantokat ott, ott lehet még farmolni nagyobb eséllyel valamiféle gírt, és a réd az nem érhető el, az új réd. És, és, és hát gyakorlatilag mászkálhatsz a holdon, felveheted a ottani eventeket, public eventeket és amit úgy általánosan új fegyverek is fel vannak a, a, benne vannak a holdon, ezeket feloldhatod a Battle Pass System által hozzájuthatsz az Ariana wow hoz is az új fegyverhez és az ingyenesen elérhető azoknak, akik nem veszik meg a Shadow dlc például szóval nem leszel elzárva fegyverektől csak egy-két activity elő leszel elzárva, ami, ami eddig is úgy van volt ugye a Destiny-ben. Viszont tekintve, hogy megváltozott a grind most már, a Destiny 2-ben szignifikáns hátrányban leszel, és nem lesz annyi esélyed arra, hogy kimaxold magad a játékban. Vagyis hát el fogod tudni érni a 960-as szintet és a 960 pluszos szintet, mert a Seasonal Artifact az meg fog búsztani, hogy addig elmenjél. Ugyanakkor, hogyha kettő vagy hárman játszatok már egy nehéz, egy, 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 egy 9-80-as nightfall hogyha nem is vagy 9-80-as, végig fogsz tudni vinni. Tudom, tapasztalatból, mert, mert hogy 8 60 mentem 9 pluszos nightfall volt másokkal, csak úgy kell legyen összerakva a cuccot, hogy tudj sebezni. Ennyi, ennyi a történés, és úgy van kitalálva, ahogy nézem, hogyha alacsonyabb is a szintet be tudj menni arra az aktivitire, társai segítségével hozzájárulj ahhoz, hogy végig tudj menni azokon a hizéken. Valószínűleg százezres futamot nem biztos, hogy tudni csinálni, de az esélye van annak, hogy egy prime engramot kapjál, és megnöveld a, a, a light levelödet. Szóval ö, alapvetően, azt hiszem, hogy, hogy nagyon sok mindenről lemaradni nem fogsz, hogyha nem veszed meg a shadow keep et És tekintve azt, hogy semmi új nincs rajta azon kívül, hogy a holdon van a helyszín, és a hold a szép, és stb. Azon kívül semmi igazán újat nem kapsz a játékról. Viszont, ha rédezni akarsz, nightmare hantozni akarsz, új volt meg akarod csinálni, akkor. Uh, akkor, akkor mindenképp akkor mindenképp meg kell, innen, me meg, kell venned, meg kell venned. És, és uh, hogy őszinte legyek, 30, 30 euró, vagy 30 font volt, nem tudom mennyi euró, uh, annyi, amit egyszer egy évbe, egyszer egy fél évbe, amikor kijön ilyen, ilyen új content, nem sajnálok kiadni. Tudjátok miért? mert a Warframe-be kihoznak egy Prime Accessory Packet, amiben van egy Warframe fegyverek és párplat és valamennyi is, azért elkérnek 60 eh, fontot, 60 fontot, és a Destiny, és a Bungie egy ilyen kategóriai tartalomért elkér 30-at, arra azt mondom, hogy én, mint olyan játékos, aki ugye Destiny 2-vel kezdett el Destiny-zni, és a Destiny 1 csak nyálcsorgattam a, a, a nyálamat a konzolosokra, Nekem megéri. Oké. Okay. Én nekem megéri. Mert mert nem egy Warframe-et kapok, kiegészítőkkel, meg új fegyverekkel, amit amúgy sem feltétlenül fogok használni. És kaptam el egy új bolygót, jó, ugyanazok az aktivitik, és, és meh, el leszek, el leszek vele, új fegyverek, új armos, stb. Jól érzem magam, és egy folytatását kaptam az amúgy fantasztikus Lornak. Szóval Ja, megéri. Én, én meg, megvenném. Én azt mondom, hogy okés. Okay. Ki tudja, lehet, hogy a leingyenesezik ezt is egyszer valamikor. Na most el, elérkeztünk ide a következő dologra. Destiny egy Destiny veteránok, akik jelen pillanatban is játszanak a, a Destiny 2-vel. Nektek megéri a Shadow Keep. És elmondom, hogy én rettentően nem, srácok. Rettentően nem mert most érkeztünk el arra, és itt beszélek erről, hogy Destiny egyes veteránok, akik jelen pillanatban Destiny kettő és már végig nyomtátok 5000 órát a destiny -be. ti biztosan látjátok, hogy ez mekkora paraszt vakítás. Mert én nem látom, mert Destiny 2-vel kezdtem a játszani, és hihetetlenül élvezem a játékot, de azt tudom, hogy a Hold, az benne volt a Destiny 1-ben, azt tudom, hogy a Hold a Destiny 1-ben tökéletesen úgy nézett ki, mint ahogy most néz ki a Destiny 2-ben, leszámíthatjánk egy új helyszín. De minden Dettó egy is ugyanaz. És azt tudom, hogy a Nightmare Huntok, -ok, ami jelen pillanatban a Destiny 2-ben vannak, az csak felboncolta a Destiny 1-ben lévő strike három részre. Üm, így nézzétek meg. Hogy megérje megvenni nektek a shadow képet, mert egy Destiny egy copit fogtok kapni, semmi izgalommal benne, és ráadásul egy felboncolt sztrájkkal is. Igen, van egy új sztrájk, igen, lesz egy új dungeon, igen, vannak uh, mik ezek a neve, loss szektorok, de uh, mit kaptunk újat? Oké. Okay. Ha ebből a szempontból nézitek, és ez de csak Destiny egyesekre vonatkozóan, mert a Destiny 2-es és egy új játékos, ezt nem fogja látni azt, amit ti láttok ebben a játékban. Nem ugyanazt fogja látni a szint hatalmas egy Destiny 1 veterán között, és egy Destiny 2 uh, veterán között, és egy Destiny 2 új egy általánosan mondom Destiny játékos új játékos között. Az, hogy mit látnak a, az, a veteránok, az öregek egy játékba az teljes mértékben más, mint amit egy uh, újabb játékos lát, és ha Destiny egy szemszögéből nézem um, a, a Shadow keep az egy nem-nem. A Bungie nem erőltette meg magát, hogyha, hogyha arra kerül sor, hogy nagyon ki kellett tenniük magukért a pénzükért, mert egy nagyon olcsó ilyen cash grab a, 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 Shadow Keep, ha a Destiny egyes veteránokra kerül a sor, mert ugyanazt kapod, nem hogy még hogy új, nem hogy még valamit újítottak volna rajta, hanem ugyanaz dettól lekopízva. A hol ugyanaz. Talán egy kicsit sötétebb árgyalatban van a Destiny 2-ben. És ugye felboncolt strike, stb. Viszont, hogyha maximalista vagy, akkor meg fogod venni. Így is, úgy is. Szóval, meg. És elérkeztünk most ide, és beszélgessünk a grindról, jó? és ezt valószínűleg meg fogom említeni majd az armoros videómban is, hogy szeretnék csinálni egy ilyen armoros videót. És beszélgessünk a grindról, és probléma van jelen pillanatban a grindnál, ha eléred az 950-es light levelt. Hol kezdjük a probléma? Ugye jelen pillanatban fel van oszva Destiny 2 a grindra, Legendary, Prime Engram, és uh, Power... Uh, le, hogy, ja, Legendary, Prime Engram és Pinnacle gear -re ha jól mondom, ugye. Na most ezek közül a Legendary nem feltétlenül növeli a szintedet, mert azok lente a Power, a Prime Engram növeli a szintedet, legalább hárommal, és a Pinnacle Gear az legalább tízzel dobja meg a szintet, vagy ötte zel valami ilyesével megdobja a szintedet. Mindig ebből a szempontból adodon a Pinnacle Gear a legjobb, amiért mehet, és a leggyorsabb fejlődés fogja biztosítani, egy idő után természetesen, egy idő után mert az ettől ez komplexe. Viszont eléred a 9.50-es szintet, és ott megáll, megáll az egész grind. Mert a Pinnacle Gear a 9.50-es szint után, és most nagyon figyelj, csak egy szinttel fog hozzájárulni a Light Level 5 -höz. Tehát, ha 9.50-es vagy, akkor 9.51-es Pinnacle Gear cuccokat fogsz kapni. Akarjátok tudni, honnan jön a szopás? szabás onnan jön, hogy addig nem fogsz 952-es light level reformolni, addig nem lesz 952-es cuccéd, nem fognak droppolni, amíg minden egyes cuccod, ami fel van pakolva, 951-es nem lesz. Mondhatnátok, hol itt a baj? Ugye? Elmondom. A probléma ott kezdődik, hogy a legtöbbször, a legelmaradottabb cuccod light levelben az a power weaponod. A power weaponod az, um, az nem sok activity dobja. A rédeken nincsenek power weaponok, leszámítva a Callus féle réden, de um, ha jól tudom, ott, ott dob egy rakétavetőt. Rédeneken nem nagyon vannak Power weaponok, így aztán a legnőbb esélyt power level uh, power weapon kapni az a Nightfall. És az, annak is a százezres futama, ahol kaphatsz egy Pinnacle gért, amiben bele van rejtve rengeteg cuccát, a Power Weapon kiesésének az esélye nem, túl, nem feltétlenül túl magas. Így aztán értitek már, hogy hova akarok kiukadni, ugye? van nagyjából egy activity ahol ki tudsz farmolni egy pinnacle gear és egy nő no power weapon. -t. A másik pinnacle gear esélyed, ahol power weapon esik, az jelen pillanatban ugye az iron banner, ami szezonálisan jön vissza. Bizony, igen, pontosan erre gondolok. Az, hogy elérd a 960-as szintet, az uh, elképesztő grind mögé van téve jelen pillanatban. Reméljük, hogy a Bungie ezt meghallja a közösség sírását ebből a szempontból, és javít, és több aktivitáshoz, uh, több aktivitáshoz, több játékmódokhoz rakja be a Pinnacle Gear lehetőségét, és ezáltal ugye, hogy Power weapon például el tudjunk érni. Gyerekek, uh, remélem, hogy segítettem, érthető volt, a szemszögem a Shadow keep és végül is jó volt, hogy, hogy ennyit vártam ezzel a videóval, mert sok-sok szemszöget ismertem meg. Ezáltal ez a videóban, mert nekem nagyon ködösítette a, a, az objektív véleményemet, nagyon ködösítette a tény, hogy élvezzem a destiny és élveztem a destiny és élveztem a Shadow keep is, még annak ellenére is, hogy repetatív, ami, ami benne van, és ugyanazok a public eventek vannak, blablabla, bla, bla, bla sector, stb. ugyanazt kell csinálni benne, mint az összes többi bolygón. Ettől függetlenül ilyen új izgalommal vágtam bele az új armor modokba, és a többi, és a többi. Tehát, ja, ennyi. Ennyi, ennyi lett volna. Ez a videó nagyon, nagyon nagyon köszönöm a figyelmet a következő videóig. Sziasztok! Shadow